Első díjazott hallgatónk, Kőrösi László Imre. A Nyíregyházi Egyetemen a 4 díjazott közgazdász hallgató közül végül 3-an vehették ma át a 500 000 forint ösztöndíjjal járó okleveleket. A 4. hallgató betegség miatt maradt távol. Az ösztöndíj programot a Magyar Nemzeti Bank hívta életre 2016-ban, és azok az egyetemek vehetnek részt benne, amelyeken közgazdaságtudományi képzés folyik. Révész Ákos a díjazottak egyike, aki úgy véli, jó tanulmányi eredményéért kapta meg az ösztöndíjat. Úgy gondolom, hogy ezt leginkább a átlagomnak köszönhetem, ugyanis igyekeztem mindig kitűnő átlagot hozni az egyetemen. Emellett részt vettem különböző versenyeken is. Az egyik egy MNB által szponzorált verseny volt. Úgy gondolom, hogy ez is hozzátesz ahhoz, hogy ezt az ösztöndíjat magaménak tudhatom. A Nyíregyházi Egyetemről 4 hallgató vett részt a programban. A Gazdaságtudományi Intézet igazgatója azt mondta, nem csak a tanulmányi eredményt, hanem a tudományos tevékenységet is díjazzák. Természetesen ez, mivel egy tanulmányi ösztöndíj, nem elégséges csak az, hogy a legjobb átlagot hozzák a hallgatóink. Emellett hallgatói tudományos tevékenységet kell végezniük, szakkollégiumi tagoknak kell lennük, részt kell venniük egyéb konferenciákon, illetve természetesen tudományos előrehaladásról kell tanúbizonyságot tenniük. A Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíj nyertesei 10 hónapon keresztül havi 50 000 forint támogatásban részesülnek. Az egyetem rektora az oklevelek mellett egy különleges ajándékcsomagot is átadott a díjazottaknak, a Magyar Forint 75 éves évfordulójára készített érmegyűjteményt.